Köszöntöm az Almádi magazin nézőit, jó estét kívánok! Almádi delegáció járt Erdélyben a közelmúltban, testvértelepülési együttműködésért talán Keszei János polgármester Tusnádfürdő vezetőjével, amint majd hazaérnek, Keszei János polgármester urat vendégül látjuk és kifaggatjuk a részletekről is. A csapatot elkísérte Erdély útjára kollégánk Zatkali Kandrás újságíró, így majd képekkel és videókkal is tudjuk illusztrálni a beszélgetést. Most pedig lássuk első összeállításunkat. Immár második alkalommal rendezték meg az Élőzene Tehetségkutató Fesztivált, amelynek az idei esztendőben a Pannonia Kulturális Központ adott helyet. 10 csapat került a döntőbe, a következő percekben kis ízelítőt látnak a zenei programból, és kameránk elé kérjük a zsűri egyik tagját is. Ez már a második élőzene tehetségkutató, tavaly volt Veszprémben, most Almádiban. Hát ez azt jelenti, hogy tavaly sikeres volt. A kérdés az, hogy mit láttok, mekkora volt az érdeklődés a második iránt? Legalább akkora érdeklődés volt, mint az első iránt, tehát nagyon jó úton haladunk. Úgy vettük észre, hogy több zenekar is alakult, meg jelentkezett is így a fesztiválra, illetve a tehetségkutatóra, úgyhogy van jövője. Amikor egy együttes jelentkezik, akkor túl az, hogy szeretné megnyerni, végül is mit profitálhat mindebből? Elsősorban szerintem, hogy meg tudja mutatni és a saját dalait, és megkapja az első visszajelzéseket, ha még erre nem volt rá lehetőségük. Valamint ugye a díjakon mellett meg igazából a kapcsolatokat lehet így leginkább bővíteni, kapcsolatrendszerüket a zenekaroknak. Ma 10 vannak itt a döntőben, mennyien jelentkeztek összesen? 20 fölötti jelentkező van, pontosat nem tudok sajnos mondani. Azért azt jelenti, hogy a felét megszűrtétek, és másik fele itt van. Azt lehet tudni és lehet látni, hogy a megye melyik részéből jönnek inkább? Hát elsősorban Veszprém környéke, tehát legalább a fel, aztán a régióból a többi 5 zenekar. Ezek inkább azért most alakult zenekarok, vagy azért elmondhatjuk, hogy ezek már 1-2 éve azért muzsikálnak? Inkább 1-2 éve muzsikálnak. Én úgy vettem észre, hogy erősebb mezőny volt idén, mint tavaly. Tehát azért volt, akiből ki lehetett szűrni általában egy jelentkezésnél, hogy megérett arra egy döntőbe bejusson egy rendezvényen, vagy nem. Idén sokkal nehezebb dolgunk van, mint tavaly. Egyébként gondolom nektek az siker igazából az lenne, az abszolút siker, hogyha az itteni győztes megnyerni az országost is. Így van, biztos, hogy nekünk is szépen dagadna a mellünk, hogyha egy itteni zenekar nyerni meg a nagy döntő. Akik tavaly jelentkeztek, azok közül volt, aki visszatért idén is? Így van, többen is jelentkeztek a tavalyiak közül, 2 itt is vannak a tavalyi mezőből, úgy szintén várjuk is, hogy a egy év alatt milyen fejlődésen mentek át. Beszéltem egy ég zenész ismerősömmel, aki sokkal tapasztaltabb, mint mi, megkérdeztem, hogy mivel készünk, mire figyeljünk. Azt mondta, egy dologra ne ti kezdjetek, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Yeah.
Szótlanul várom, hogy múljon a fájdalom. Szétszilárd életünket, egyesítse a tény. Remélni a reménytelen, ne gyűlölj mindenét. Tél és idő összeomlanak, építeik helyettünk talán. Leomlanak a terhet alatt, de ha erős, de kézzel állom alatt. Isten jel, mikor szerelmet szívvel lejátszadott az érzéseimben. Isten hang, ami bizalmat szívvel relegődesse. Egyébként egy ilyen fesztivált, döntőt összehozni nehéz dolog? Energiaja. Elsősorban idő és energia, úgyhogy, de azért a rutin egy kicsit összerajlódik az ember. Én kicsit úgy érteztem, hogy az ideje kicsit ütemesebben, könnyebben mozgott. Én egyébként azt hittem, hogy sokkal többen kíváncsiak a közönség soraiból arra, hogy a fiatalok mit tudnak, de hát majd talán találkoznak velük országosan itt-ott. Mi a további menet? Most lesz egy döntő, vagy már van a döntő, délután megtudjuk, hogy kik a nyertesek, aztán? Aztán Budapesti Music Expo-ra kerül be a döntős, aki igazából a mai kis döntőt, regionális döntőt megnyeri, ami október 5 és 7 között lesz Budapesten, valamint a nyereményeket felhasználva az itt megforduló zenekarok több helyszínen fellépésnek is. Ugye Lux Studio felvétel is van a nyeremények között, úgyhogy ezeket elkészítik, videóklipeket forgatnak, úgyhogy beindul a nyüzsgés szerintük körülöttünk. Aki még ilyet nem látott, nem tudja, hogy a 15 percig a színpadon vannak, aztán utána le kell jönni. Azért nem semmi 15 perc zene után gyorsan lejönni, föltenni a másik zenekart, menni fog minden gördülékenyen? Bízunk benne. Eddig az tapasztalat, tehát nem az első rendezvényt szervezünk, eddig sikerült működtetni ezt a 15-20 percet. Most redukáltuk 15 percre, kihívás mindig kell, úgyhogy reméljük, igen. Ezek a zenészek nagyon fiatalok, jól látom. Idősebbet, nem is, idősebb zenészt nem is látok sehol. Így van, szerintem talán könnyebben találkoznak a zenével, és ugye több lehetőségük van zenélni. Úgyhogy a lehetőségek tára egy kicsit megnyílott az internet, a hozzáférhetőség a zenei eszközökhoz, úgyhogy talán nézd, a fiatalok kicsit jobban átpörgetik ezt, mint talán az idősebb korosztály. Sure.
sorsod. Első fellépő értékelésekor azt mondtad, hogy van mondani valótok, rohadt jó az egész. Ilyet gyakran el tudtok mondani? Igen, alapvetően most már 10 éve elég gyakran el tudjuk mondani, különösen az utóbbi 5 évben egyre több nagyon-nagyon tehetséges zenekar kerül elő tulajdonképpen. Az látszik, hogy azért hál' Istennek az élőzeni, hangszeres zenélésnek, és hát a mondani valónak is van még jövője, reménye arra, hogy a fiatalok a zenébe keressék meg a kifejezéseiket, azokat a mondani valókat, amik mondjuk a világgal köti össze őket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez még majd fokozódik a jövőben. Ugye te is mondtad, hogy próbálják meg a közhelyeket elkerülni, azért ez azt gondolom egy olyan hiba lehet, amivel könnyű beleesni. Hogyne, persze, természetesen, különösen amikor az ember, két éve játszik, ugye nyilván a könnyű zenében, főleg Magyarországon nagyon kevés az oktatás, tehát nem oktatjuk, hanem a gyerekek általában másolják a kedvenceiket, a példaképeiket, és ebből próbálnak egy egyéni képet összerakni, és ez hát több-kevesebb sikerrel működik, és ugye vannak részek, amiket már viszonylag jól csinálnak, és vannak, amiket ők gondolnak ki, és néha nem úgy működik, néha pedig igen, de hát ez a tanulási folyamatnak a része. Úgy tűnik, hogy a mai rendezvény, a döntő jól kezdődött, mert egy egész jó csapattal kezdték a szervezők. Mit lehet látni a jövőben, ha tovább nézzük, hogy valaki 10 évvel ezelőtt egy zenekart alapított, mikor tudnak talpon maradni, mert óriási azért az együttesek száma manapság már. Hát igazából, hogyha mondjuk tudnám a receptet, akkor nagyon menő srác lennék. Nyilván a zenében nagyon nehéz, pillanatokon múlik. Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően jó felkészültnek kell lenni. Nyilván, hogyha a nagy népszerűségnek akar egy zenekar megfelelni, akkor trendkövetőnek. Ez egyébként itt nálunk nem annyira fontos. Mi egy szakmai alapon működő tehetségkutató vagyunk. Inkább elsősorban azt nézzük, hogy hogyan muzsikálnak, hogyan hangszerelnek,
milyen a hangszeres tudásuk, milyen dalszövegeket, milyen üzeneteket fogalmaznak meg, és az egésznek az összképét próbáljuk egyberakni szakmai alapon. Tehát kevésbé a trendiség, kevésbé a popularitás a fontos, keresnénk olyan tehetségeket, akik valóban komoly értékeket tudnak közvetíteni. Azért bízunk benne, hogy az elmúlt 10 évben találtunk is jó néhányat. Ugye az evidens, hogy egy induló zenekar még olyan kvalitásokkal nem rendelkezhet, mint egy 10-20-30 éve pályán lévő zenekar, de mégis mit látsz bennük, hogy ezek a fiatalok lehetnek olyanok, mint egy Tesszer Gábor, egy Zorán is megsoroltál valami énekeseinket? Hát ezt Istent kéne kérdezni, mert ugye a tehetség az az Isten adta. Én azt gondolom egyébként... De bennük van. Bennük sokukban, nagyon tehetségesek a magyar gyerekek. A magyar zenével foglalkozó gyerekek végtelenül tehetségesek. Alapvetően a magyarok nagyon muzikális nép, ezt látom mindenhol. Egész kicsi kortól kezdve bennünk van a zene, együtt élünk vele, hiszen azért ne felejtsük el, hogy micsoda zenei múltja van Magyarországnak. Tehát én azt gondolom, hogy a mi gyerekeink pont ugyanúgy viszik magukkal ezt a képességet. Az nyilván rengeteget kell dolgozni, szakmai értelemben bárhova el lehet jutni. Tehát hogyha azt mondom, hogy nullától százig kell néznem, hogy honnan hova lehet eljutni, akkor nullától százig el lehet jutni. Nagyon jó zenész lehet valaki. Az, hogy mondjuk alkosson, teremtsen, ahhoz kell az Isten adta tehetség. De én úgy gondolom, hogy van a magyarban. Ez már a második élőzene tehetségkutató, tavaly Veszprémben volt, most Almáriban, a Pannoniában. Van-e műfaji megkötöttség, és ez csak azért érdekel, mert mondjuk egy hip-hop, egy soul, egy funky, lehet, hogy nehezebben összehasonlítható, nem? Hát teljes mértékben ilyen módon összehasonlíthatatlanok, de ugye van egy nagyon fontos alaptézis, zene csak két fajta van, jó és nem jó. És ebből fakadóan tulajdonképpen mi semmilyen műfaji megkötést nem határoztunk meg. Ha jó, akkor azt a szakmának észre kell venni. Ha meg nem, azt is. Mindjárt vissza kell menned zsűrizni. Talán még annyi időnk van, hogy picit beszéljünk a kezdetekről, amikor 10 évvel ezelőtt ezt kitaláltad, kollégáiddal kitaláltátok, akkor attól nem féltettétek a fiatalokat, hogy olyan sok a tehetségkutató, hogy felkapja a közönségüket, aztán visszazuhannak, és aztán Isten tudja, mi lesz velük. Az a helyzet, hogy ugye a Hangszeresek Országos Szövetségében fogalmazódott meg az a gondolat, hogy hangfoglaló hétfő néven elindítsuk ezt a sorozatot. De akkor az még 3 évig edukációs énekzene verseny volt, iskolák felé volt meghirdetve. Aztán a tanárokat nem nagyon tudtuk 3 év után motiválni, és utána döntöttük úgy, hogy ezt 7 évvel ezelőtt, hogy kinyitjuk és országos amatőr tehetségkutatót hozunk létre, de nem egy hagyományos tehetségkutatót, hanem egy ernyőt. Ugye ez lett az Öröm a Zene, amely egy iskola, egy szakmai díj, és egy most már hál' Istennek 25 állomásból álló Kárpát-medencei tehetségkutató sorozat. Kevesen tudják, de az egész Kárpát-medence legnagyobb sorozatáról beszélünk most már 7. éve. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem féltünk, mert láttuk, hogy szakmai alapon működő sorozat egy nincsen Magyarországon, és azokat a jó értelembe vett amatőr kezdeményezéseket, amelyek az egyes megyékben, városokban, nagyobb városokban már akár 10-15-20 éve működtek, azokat szerettük volna helyzetbe hozni, és ezért hoztuk létre tulajdonképpen ezt az ernyőt, ajánlottunk nagyon nagy díjat, és hál' Istennek a hangfoglaló program ugye most már 3. éve partnerünk ebben az egészben, és így velük együtt egy igen komoly jövőképet tudunk felrajzolni a gyerekek elé, amiért érdemes dolgozni, amiért érdemes elkezdeni zenélni, amiért érdemes elindulni ezeken a tehetségkutatókon. Az almádi születésű Csomai Kálmáról neveztek el egy új nívódíjat, nem véletlen egyébként, hogy pont őt választották, hiszen nem csak a Csomai Strand fűződik nevéhez, hanem ő volt a Petőfi Színház kivitelezője is. 3 kamara állt össze, illetve támogatta a kezdeményezést a megyei önkormányzat, illetve megyei jogú város önkormányzata is. A következő percekben a nívódi bejelentésének sajtótájékoztatójára hívjuk nézőinket. Egy új díj alapítása a mai találkozásunknak az apropója.
Csomai Kálmán építőipari nívódíjat alapít a Magyar Építészek Veszprém megyei kamarája, a Veszprém megyei kereskedelmi és iparkamara, Veszprém megyei mérnök kamara, és őket támogatja a Veszprém megyei önkormányzat, illetve a Veszprém megyei jogú város önkormányzata. Én azt gondolom, hogy a díjak azért nagyon fontos elemei a mi életünknek, mert mindig egy szakmai teljesítményt, vagy valami olyan produktumot tudunk velük értékelni, ami mellett egyébként a mindennapos életben hajlamosak vagyunk elmenni, és amikor egy díj odaítélését vitatjuk meg különféle körökben, akkor mindig életműveket, munkásságokat tekintünk végig. Én azt gondolom, hogy magáról a díj névadójáról is érdemes néhány gondolatot említeni, mert Csomai Kálmán a veszprémi építészetnek egy ikonikus alakja volt. Ugyan Balaton-almádi születésű építőmesterről van szó, aki nagyon szép életkor, több mint 90 évet megélt, de nincs olyan munkája, amit a veszprémiek ne ismernének. Részben azért, mert talán az egyik legjelentősebb veszprémi építészeti elemünket, a Megyasszai István által tervezett Petőfi Színház épületet ő építette, és ebben rögtön egy olyan tettet hajtott végre, ami az egész munkásságát nyomon követte. Tudnélik, a vasbeton az egy olyan alapvető építő eleme a Csomai Kálmán féle munkásságnak, ami szinte az egész életútját végig kísérte. Saját munkáihoz egyébként téglagyárat is alakította, ahol nem csak téglát, hanem cserepet is, tetőcserepet is készített, illetve egy hihetetlen széles gazdasági spektrumot ölelt fel, mert mezőgazdasági gazdálkodással is foglalkozott élete során, és azt mondják, hogy korának egyik legnagyobb adófizetője volt a városban, tehát egy nagyon jelentős anyagi tőkére is szertett. Én azt gondolom, hogy érdemes még megemlíteni néhány olyan épületét, amiről vagy sokat beszélünk, vagy a mai napig ékesítik az utcát. Ilyenek a Diófa, Rózsa utca régi múlt század elejéről, közepéről való lakóépületei, de a Bakonyművek területén a lőszergyárnak a vasbeton épületeit ő építette. Épített hangárokat a Veszprém Szent Király Szabadjai repülőtérre, a Csomai strandot ugye már nincs meg, de az emléke az a fejünkben él, a Völgyik út területén húzódott egykori strandépület. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind nagyon jelentősek a Veszprém életében, és általában ez nem csak Csomai Kálmán esetében van így, hanem általában aki az életet adott területén kiugró teljesítményt tud felmutatni, az más területeken is jeles alkotó szokott lenni. Ő már az 1910-es években a Városépítészeti és Szépészeti Szakbizottságának tagja volt, tehát már akkor felelős volt viszonylag fiatalon, tehát egy ilyen közel, tehát 30-as évei végén álló fiatal ember már akkor a Városépítészeti arculatáért dolgozott. Rengeteg családnak adott kenyeret, úszó egyesületet irányított és vezetett. Tehát azt gondolom, hogy egy igazi sokoldalú személyiség volt, és egy róla elnevezett díj azért azon túl, hogy egy építészeti teljesítményt fog szerintem értékelni. Ezen túl nyilván azt az emberi nagyságot is meg fogja mutatni, ami mind a békeidőben, mind pedig, hogyha hazáért kell harcolni, akkor az első világháborúban is vitézségi érmet elnyert emberként a hazáért alkotóan és küzdően a kell életet is áldozva
élő embernek a képét fogja megjeleníteni. Itt egy sokszereplős folyamatnak az eredményéről beszélünk, és a mai kicsit atomizált világban azt nagyon fontosnak tartom, hogy az együttműködés szerepét tudjuk hangsúlyozni, és nyilvánvaló, hogy itt egy épületet, egy alkotást fogunk díjazni. Egy ilyen alkotásnak a megvalósítása, amire végéhez ér, addigra nagyon-nagyon sok szakterület, nagyon sok szakma és nagyon sok szereplő kell, hogy egyöntetően magas szinten hozzátegye a magáét, és tényleg nagyon fontosnak érzem, hogy az együttműködés is a díjnak a kitüntetettje lesz, és ez a fajta szerepvállalás mindenkinek fontos, a beruházó program alkotásától kezdődően az utolsó takarítási mozzanatig, és attól lesz valami még 5 év múlva is példaértékűen használható és megmutatható. Tulajdonképpen most az ötlet gazdával beszélgetünk. Igen. Igazából mi volt a cél ezzel, hogy ezt a mostani új díjat létrehozzák? A cél alapvetően az építőipar és az építészet, az építés fontosságának tudatosítása a társadalomba, illetve megismertetése az emberekkel. Itt, ahogy a tájékoztatón is elmondtam, az épített környezet az az életünket határozza meg, tehát az életmódunkat, minden egyebet, ami ezzel adódik, és fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a város tele van nagyon szép épületekkel, és ezek az épületek életünk részei, és úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy díjazzuk azokat, amelyek tényleg valóban kiemelkedő minőségűek. Ugye az igen fontos dolog, hogy most nem azt az épületet fogjuk mondjuk díjazni, amelyik éppen most kerül majd átadásra, hanem azért vannak kritériumok. Igen, tehát az a feltétel, hogy legalább 5 éves kedvező üzemeltetési tapasztalat legyen az épületről, tehát egy frissen átadott, éppen csak kimeszelt épületet nem szívesen. Tehát meg se lehet ítélni, hogy milyen minőségű. Én úgy gondolom, hogy az idő az egy nagyon fontos szempont az építésben és az építés minőségében. Tehát hogyha valami 5 év múlva is úgy néz ki, mint amikor átadták, az azt igazolja, hogy jó az anyaghasználat, tartós és jó minőségű anyagok, és jól építettek be a házba. Ugye ez egy Veszprém megyei díj lesz, amelyet majd minden évben egyszer adnak át, ha minden igaz, akkor talán 1 vagy 2 épület kaphat ilyen díjat, és mondjuk el, hogy nem személyeket jutalmaznak igazából. Igen, ezt elfelejtettem hangsúlyozni. Igazából nem az alkotókat, hanem az alkotást magát szeretnénk díjazni, és az alkotás minőségében vagy mienségében nincsen feltétel. Tehát lehet egy emlékmű, egy szobor, hogyha az olyan minőségű és olyan meghatározó, emblematikus jellegű, de lehet egy épület, gyárépület, középület, lakóépület, tehát minden olyasmi, ami tényleg emeli a környezet minőségét. És ennek a gyakorisága az átadásnak? Évente szeretnénk megtervezni, évente létrehozzuk, illetve nyilvánosságra hozzuk a felhívást, és minden évben az építők napján szeretnénk átadni ezt a díjat, ami az idén június 2-án lesz a Betekincsvölgybe, Veszprémbe. Az még egy igen fontos kérdés, hogy ha körülnézünk Veszprémben, azt látjuk, hogy nagyon sok régi, szép épület van. Mondjuk szóba jöhet a Veszprémi vár is, mint olyan? Műemlékeket igazából csak akkor lehet felterjeszteni, hogyha felújították, tehát és itt elsősorban a felújítás minőségét, nem annyira az eredeti építészeti minőséget, inkább az a felújítás minőségét kell elbírálnunk. Úgy gondolom, hogy ez érthető, tehát most nem az elődökkel akarunk a versenyezni, hanem a napi életünk meghatározó építészeti alkotásokat díjazzuk. És ha jól értettem, akkor akármi újságírók, a kollégáim, bárki javasolhat erre a díjra valamilyen épületet, építményt, és ennek határideje is van. Igazából mindenki, bárki javasolhat. Megadtunk a felhívásban egy e-mail címet, postacímet, ahol ezt a jelentkezést vagy ezt a jelölést be lehet adni, és szeretettel várjuk a jelöléseket. Fontos, hogy a tény valóban megyei a díj, annak ellenére, hogy polgár Imre úr nem jött el a sajtótájékoztatóra, gondolom fontos dolga volt. Ő vállalta, hogy eljuttatja a megyei önkormányzatokhoz, és az önkormányzatoknak kifüggesztésre kerül ez a felhívás, hogy minél nagyobb körből lehessen választani, és ne csak egy veszprémi úri huncutság legyen. A következő percekben egy kiállítás megnyitására hívjuk kedves nézőinket, az almádi művész Jáger István, grafikus művész, a repülés
Boldogsága című kiállításának megnyitására a Pannon Egyetem aulájába került sor. A következő percekben itt beszélgetünk a művésszel. Kedves művész úr, nagyon jó hangulatban beszélgetünk itt, hiszen a címről olyan sok minden eszébe jut az embernek, erről a repülés boldogságáról, hiszen annyi mindent elmondhatunk ki, hogyan és miért repül. De vajon miért lett a tárlatnak pont ez a címe? A tárlat címét azért ezt választottam, mert a repülés itt ebben az esetben a költészet repülése. Holnap lesz költészet napja, április 11. Két embert említenék, József Attiláról, a születésnapjáról nevezték el, de nem csak József Attila, hanem Márai Sándor is április 11-én született. Két munkát hoztam is. Na most a repülés boldogsága, az a költészet, a lélek repülése, szárnyalása, tehát erre gondoltam, és a képzőművészet, a grafika szárnyalása, az irodalom szárnyalása, és erre alapoztam, és a munkáim nagy jelentős részét is így válogattam, hogy a költészet, a finom dolgok, a színes dolgok, a nagyon precíz tusrajzoktól elkezdve a sokszorosított grafikáig az mind látható most. Azt mondják rólad, hogy nagyon aprólékosan kidolgozol minden kis részletet, és abból lesz majd a készmű. Én azt néztem, hogy bármilyen furcsa is, de mintha sokkal vidámabbak lennének az alkotásaid, mint korábban. Lehet, hogy ezt csak én érzékelem? Volt egy időszak, amikor fekete-fehérben éltem, fekete-fehérben gondolkodtam, és a színek egy kicsit kinyitották, tágították a lehetőségeket, habár nagyon a fotóknál is a fekete-fehér fotó az lehet, hogy ütősebb és lényegre törőbb, de a színek most ebben élek, és a színeket szeretném úgy megválogatni, hogy hangulatában egy teljesen új dolgot szeretnék a színek által is kifejezni. Én úgy emlékszem, hogy nem szoktál túlságosan sokszor elvállalni olyan kiállítást, ahol csak egymagad, vagy inkább csoportosakat. Most itt mi motivált, hogy mégis elvállald? Az tény, hogy kevésszer állítok ki. Tavaly Sárváron volt, a Sárvári Várban egy nagy kiállításom. Ennek az is az oka, hogy szeretek válogatni, szeretem felépíteni valamilyen rendszerbe a munkáimat, és ez a meghívás most költészet napjáról szól, költészet napja előestéjén. Olyan, mondhatnám azt is, hogy tematikusan próbáltam válogatni a munkákat, ami ezt az ünnepet, ezt a gyönyörű költészetet, ezt a fajta szárnyalást elősegíti, és így a holnapi napra készülve ez egy előesté és egy megnyitásnak ennek a ünnepnek. 33 alkotás van, és azt kell mondjam, hogy szinte mind remek mű. Nem sajnálod, hogy vagy előbb-utóbb jönnek, és azt mondják, hogy hát kedves művész úr, mi azért ezeket megvennénk, hazavinnénk, mert igen sokszor hallom azt, hogy a művészek most már igen sokszor ragaszkodnak az alkotásaikhoz, és hát szíve szerint otthon látná mindent. Így van. Van, ami nagyon közel áll, amit nem is adtam el, volt, amit szerettem volna visszavásárolni, de mégis azt kell mondjam, hogy a képzőművészeti alkotások, a munkák, a részkarcok, a tusrajzok is, ha kint vannak, ha láthatóak, akkor érik el igazán a céljukat. Az, hogy egy műalkotás mappában, a szobában legyen, az is jó, de nem olyan jó, mintha sokan látnák. És ezért Almádiban az aluljáró is egy nagyon jó projekt, mert ott aztán nagyon sokan látják a munkákat. Miután azonnal kezdődik a megnyitó, egy utolsó gyors kérdés pont arról, hogy mennyien látják. Hát körülnézek és azt veszem észre, hogy egyre többen vagyunk. Azért gondolom bíztál ebben, mert azért Jáger István az már név manapság. Hát köszönöm. Azért megvan a kapcsolatrendszerem Veszprémben, én veszprémi születésű vagyok, itt is dolgozom, és 20 éve, 21 éve költöztünk Almádiba, tehát ott is van egy kapcsolatrendszerem, és
valószínű amiatt, mert öreg személy is, és mindig nő ez a kapcsolatrendszer, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttek és megtiszteltek ezzel a kiállítás megnyitóval. Már azt mondtam neked az előbb, hogy csak egy gyors kérdés, de azért a legvégére menjünk oda vissza, hogy a repülés boldogsága. Te most repkedsz a boldogságtól, igen. Nem? Mondhatnám ezt is, igen. Igen. Ha célhoz érnek a munkák, akkor igen. A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon. Rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. Összefügg mindennel, ami embert kifejezhet. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, anyagtalan röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legsűrítettebb műfaj, a legszebb, a legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász, valami, ami születése pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. Ha magam voltam versekkel, egymagamban, vagy ha valaki átélten elmondta, hirtelen rőzselánggal felsisteregve kiemeltek depresszióimból, védelmezően kedvesek és hősök voltak, puha falsarkokat emeltek körém az elviselhetetlen tolongásban. Voltak, amelyek külhomból hazavarázsoltak, valóságuk rímein hazaröpülhettem. Voltak, amelyek szomorú albérleteim falát szétfeszítették, beutazhattam általuk a világot, tengert, égboltot. Voltak diadalmasan lobogók, szárnyaikon felemeltek beteg ágyamból, valamely hősi múltba röpítettek. Voltak igazságomban erősítők, hogy mégis érdemes, hogy az nem lehet. Voltak hitetők, hogy nem vagyok egyedül, tartozom valakihez, valakikhez, tartozom valakiknek valamivel. Kitaszítottak magányomból. Egy nagyobb közösségbe lögdöstek, minden emberek közé. Kilöktek a világba, és az agórán erős voltam, és bátor, és győztes, mint ritka álmaimban. Voltak titkosan gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, felemeltek, ha elestem, és néha, néha, mikor rajtam volt a fény, röpülni is tudtam általuk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy szárnyaim újra nőnek. Most pedig lássuk, hogy miért lesz érdemes elmenni a hétvégén, szombaton és vasárnap a Pannonia Kulturális Központ előtti Városház térre. Első alkalommal rendezi meg a Pannonia a főszervezővel, Gellért Gáborral közösen a food truck összeröffenést, nagyon finom ételek és zenei csemegék várják az érdeklődőket, tehát szombaton és vasárnap a Pannonia előtt. Egy héttel később pedig a komoly zene kedvelőit várják a Pannoniába, hiszen Almádi Város vegyeskora több vendégfellépővel közösen megrendezi a tavaszi gálaműsort. És hogy még tovább nézzünk, egy héttel később, május 1-én pedig kicsiket és nagyokat is várnak a Pannoni előtti térre, hiszen a majál is reggel 10 órakor kezdődik és késő estig tart. Az idei esztendőben újdonság, hogy lesz utcabál egy nappal korábban az Old Roulette-tel és a Roulette együttessel. A szervezők mindenkit igen-igen sok szeretettel várnak. Kedves nézőink, magazin műsorunk végéhez érkeztünk. További szép estét és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!